Ó Jézusom, ő megváltom, árasztod a gyeng szerelmét, szívünknek nincs nyugalma csak benned. Ó Jézus, Jézus, Jézusom, ó Jézusom, ő megváltom. Árasztod a gyeng szerelmét, szívünknek nincs nyugalma, csak benned. Ó Jézus, Jézus, Jézusom. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében szeretettel köszöntöm a gyerekeket Jézus szín előtt. Ugye, amikor Isten elé állunk, akkor mindig lelkiismereti vizsgálattal kezdjük, hogy vajon egyáltalán méltó vagyok Isten elé állni. Tudjuk jó, hogy a Mózesnek azt mondta az Úr, hogy dobd le a sarudat. Tehát ugye mindig a cipője az embernek a legszennyesebb, tehát hogy dobjuk le a bűneinket. Gondolkozzunk azon, hogy vajon az iskolában, az osztályban, barátaim között én a béke hordozója vagyok, vagy inkább a pletykákkal, megszólással, rágalmakkal feszültséget okozok, sebeket okozok környezetemben. Lépteim nyomán sebek vagy virágok nyílnak. Bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Foglaljunk helyet, és hallgassunk meg egy szép ószövetségi zsoltárt. A zarándokok üdvözlete Jeruzsálem kapujában. Öröm töltött el, amikor jelezték, indulunk az úrházába. Lábunk már átlépi kapuidat, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te nagyszerűen épült, megerősített és fallal körülzárt város. Oda vonulnak a törzsek, az Úr törzsei, Izrael törvénye szerint, hogy dicsőítsék az Úr nevét. Ott állnak a bírói székek, Dávid házának trónjai. Kérjétek Jeruzsálem számára, ami békességre szolgál. Legyen jó sorsuk mindazoknak, akik szeretnek téged. Béke lakozik falaid között és biztonság házaidban. Testvéreim és barátaim miatt könyörgök. Jöjjön el neked a béke. Könyörgök az Úr, a mi Istenünk háza miatt. Áldás legyen az osztály részed. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás. Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás. Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó. Olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó. Olyan békét kaptam tőled, Istenem.
olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Az Úr legyen veletek! Egyik nap Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik nap bárkába szállt tanítványai együtt. Evezzünk át a túlsó partra, mondta. Elindultak, még eveztek, ő elaludt. Hirtelen szélvihar csapott le a tóra. Hullámok már-már elborították őket, úgyhogy életveszélybe forogtak. Oda mentek hozzá, felkeltették, és így szóltak. Mester, mester, itt veszünk. Fölkelt és parancsolta a szélnek és a hullámoknak. Erre elültek a háborgások, és minden elcsendesedett. Akkor hozzájuk fordult. Hol a te hitetek? De azok félelemmel és csodálattal telve így kérdezték egymást. Vajon ki lehet ez, hogy még a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Hát ugye, akik nem tudják, kilencedet tartunk, és igazából az a lényeg ennek, hogy mindig keresünk valakit, aki segít nekünk példájával, meg közbenjárásával, hogy az imába azért imádkozunk, hogy béke legyen ezzel a földön. Hogy ezeket a fiúkat, lányokat ne vigyék el katonának, ne adjanak fegyvert a kezükbe, hanem hát ők is tudjanak szép családot alapítani, gyereket vállalni, és haladjanak az életben. Tehát ez nem vicc, ez egy nagyon komoly dolog. Na és hát olyan szenteket kerestünk, akik maguk is katonák voltak. Emiliáni Szent Jeromos, hát ő az árvák védőszentje. Igazából ő is katonatiszt volt, sőt egy várnak a védelmét is rábízták, parancsnok volt, minden, csata is volt, és bizony, hát végül is az ellenség győzedelmeskedett. Jeromost meg, hát börtönbe rakták. Ő úgy érezte, hogy csodálatos módon a szűzanya közbenjárására kiszabadult, és akkor elzarándokolt egy szép Mária kegyhelyre, ott a fegyverét ott hagyta, imádkozott, és hazament Velencébe. Voltak egy unoka öccse, és azzal, hát ugye ügyelt is rá, de tanult is vele, elkezdett tanulni. Tudjátok, abban az időben nagyon sok felnőtt úgy nőtt fel, hogy nem járt iskolába. De ő is megtanult írni, olvasni, aztán tovább tanult, és végül elvégezte a teológiát is. Fel is szentelték. És mint felnőtt ember, hát elkezdte a tevékenységét. Abban az években volt egy nagyon súlyos pestis járvány, nagyon sokan meghaltak. És bizony ilyenkor, mikor háború van, vagy ilyesmi, akkor bizony sok gyerek magára maradt, a szülei meghaltak, abban az időben nem volt, egyáltalán nem volt még, ez 1500-as években vagyunk, nem volt árvaház. És ez a Jeromos bácsi bérelt egy lakást magának, és oda bizony befogadott gyerekeket, ilyen árva gyerekeket. És utána aztán más városokba is bérelt ilyen házakat, sőt, hát ilyen fiatal utcanőknek is csinált otthont. Tehát, hogy egész papi életét ő erre szentelte, Olaszországba körbejárt, és társakat is gyűjtött, papok is lettek mellette, és akkor, hát hogy mondjam, együtt, közösen, hát elindították ezt a nagy munkát. Ugye végül egy ilyen
ragályos betegséget ő is elkapott, ugye ápolta a betegeket, és úgy halt meg ő is, tehát igazából szolgálat közben. Tehát az egyház őt nem csak szenté avatta, hanem felkérte, hogy legyen az árvák, hát gyermekek, kiskorúak védőszentje. Emiliáni Szent Jeromos. Ez miért fontos nekünk? Azért, mert ő is ott a kezébe a fegyverrel, katonái között, nem tudom, megtapasztalta, hogy lehet harcolni. De rájött arra, hogy igazából a világot fegyverrel nem lehet jobbá tenni. Kiabálással, verekedéssel, öléssel nem lehet jobbá tenni. A világot szeretettel lehet jobbá tenni. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus is, ha megnézitek jól, hát ő nem hord magával fegyvert. Sőt, amikor ugye Szent Péter elé kapja a kardját, hogy védje meg Jézus nagycsütörtökön, akkor azt mondja, tedd el a kardodat, mert aki kardhoz nyúl, az kard által fog elvészni. Tehát, hogy mi azért imádkozunk az áldott békéért, hogy igen, mi is a világot szeretnénk jobbá tenni, lakhatóbbá tenni, de nem erőszakkal. Tehát itt vagytok ti is, látjátok, nincs bezárva a ház, nincs bezárva az ajtó. Egyik másik azért közben csinál elég sok galibát, baklövést. Hogy mondjam? Úgy jön, hogy azért jól kiporolja van a szoknyátokat, vagy a nadrágotokat, de nem nyúlok, nem ültünk meg titeket, nem? Na, tehát ezt kellene mi is megtanuljuk, hogy szeretettel jobbá tegyük a világot, és erre kéne megtanítsunk másokat is. Hát Szent Jeromos közbejárását kérve, akkor mondjunk el egy 10 rózsafűzért, hogy tényleg béke legyen ezen a földön. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó édes Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.